A néma gyilkos. Egyszerűen csak így jellemzik a magas vérnyomást, mivel a legtöbb érintetnél nem okoz panaszokat, vagyis sokszor tünetmentes marad, csak egy más betegség miatti kivizsgálás vagy rutinorvosi ellenőrzés során derül rá fény. A tartós jelenlét azonban nagyon komoly károkat okoz a szív- és érrendszerben, de más szervekben is. Olyannyira sok az érintett, hogy a hipertónia a fejlett országokban népbetegségnek számít. Magyarországon évente csaknem 5000 haláleset írható a betegség számlájára. Más becslések szerint még aggasztóbb a helyzet, mivel minden 8. halálesetben játszik közre a magas vérnyomás, ezzel maga mögé utasítja a hipertónia tumoros megbetegedéseket is. Az okokról, a megelőzés lehetőségeiről beszélgetünk mai vendégeimmel, Pál Dénes belgyógyász hipertonológus professzorúrral és az Egészségklub állandó szakértője, Altori István professzorúrral. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, köszöntöm Önöket a stúdióban, szép napot kívánok! Jó estét! Jó estét kívánok! Hipertónia. Szóval azt hiszem, hogy nagyon sok ember hall arról, hogy vérnyomás, a vérnyomásra foglalkozni kell, de nem minden ember jut el odáig, hogy foglalkozzon vele olyan szinten, hogy akár hetente vagy rendszeresen mérni a vérnyomását. De egyáltalán definiáljuk már azt, hogy mi az, hogy vérnyomás, mi szükség van a szervezetben vérnyomásra. A szív pumpa funkciója áll a vérnyomás hátterében. Ha belegondolunk abba, hogy egy életen keresztül működik ez a szív, és el kell juttassa a vért, a keringést a legkisebb hajszálerekig. Ehhez szükséges egy bizonyos nyomás. És ahhoz, hogy ez a nyomás jól működjön, ehhez az ereknek a rugalmassága szükséges, amelyik közvetíti ezt a nyomást, viszi tovább. Nyilván van egy normális, megszokott vérnyomás, gyerekkorban ez nyilván picit kisebb talán, mint idősebb korban, és ahogy az erek rugalmatlanabbá válnak, úgy ennek a vérnyomásnak a szabályozása esetleg nem lesz már olyan tökéletes. A vérnyomás értékét, ha meghatározzuk, akkor egy szisztolés és egy diasztolés értéket szoktunk megadni. És hát ugye itt látszik ezen az ábrán, hogy a szisztolés értéknek az európai felső elfogadott értéke az a 140 higanymilliméter, a diasztolés értéknek pedig a 90 higanymilliméter. Tehát ahogy változik a kor, úgy változik a vérnyomás is. Mi az az normális érték? Tehát ez a 120/80, amit az ember úgy megtanul a szabadi fogalmazni, az a normális, vagy ez éppen emelkedhet, és a kor előre haladtával még mindig normálisnak számít? Tehát honnan beszélünk onnan, hogy magas vérnyomás? A 120/80 ez egy optimális érték. Magas vérnyomás betegségről, tehát hipertóniáról akkor beszélünk, hogyha a mért vérnyomás érték tartósan meghaladja vagy a 140-es, vagy a 90 higanymilliméteres értéket. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogy professzor is említette, hogy a szív egy pumpa, amikor összehúzódik maximális és kipréselévért, akkor a legnagyobb a nyomás, ez az első érték, amikor a szív elernyed, akkor van a legkisebb nyomásérték, ez a második érték. Na most, hogyha 140-et meghaladja, 90-et meghaladja, és ez tartósan így van, ezt egyáltalán honnan lehet felfedezni? Mert ugye nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy hát érzékelhető, érzékelek fejfájást, a tarkomnak a fájását, úgy érzem, hogy feszültebb vagyok. Ezek már utaló jelei lehetnek arra, hogy a vérnyomással gond van, és érdekes vele foglalkozni, vagy mindig érdemesebb másabb betegségben törni a fejünket. Tehát ugye az esetek jelentős részében, hogy utána olvastam, tényleg más betegség miatt megy el az háziorvoshoz az ember, és akkor derül ki. Néhány évtizeddel korábban azt mondtuk, hogy például a tarkótai fejfájás az nagyon jellemző a magas vérnyomás betegségre. Azt kell mondani, hogy a hipertóniások között és a nem hipertóniások között ugyanolyan gyakorisággal fordul ez elő. Pontosan azért is nevezik, hogy ön is említette, néma gyilkosnak, mert nincs igazán tünete jele. Lehetnek bizonyos tünetek, de ezek a tünetek egy fejfájási szédülési rossz kérdés, ez számtalan más betegségben is van, tehát speciális jellemzője nincs, ezért az egyetlen út, ami nem túl bonyolult, az a rendszeres vérnyomás ellenőrzés. Milyen javaslat, milyen rendszeresen érdemes vérnyomást mérni? Azt mondhatjuk el, hogy egy teljesen egészséges embernek mondjuk évente legalább egyszer van értelme egymás követően 2-3 alkalommal a vérnyomás ellenőrzésére. Abban az esetben, hogyha minden rendben van, teljesen normális értéket észleltünk, ebben az esetben egy jó néhány hónapig nem szükséges a kontrollja. Abban az esetben, hogyha eltérés van, akkor egyre gyakoribb vérnyomás ellenőrzés szükséges, és természetesen a magas vérnyomás betegeknél, különösen a gyógyszeres kezelés beállításának idejében egy fokozott ellenőrzés szükséges. És amit ez az ábra is mutat, nagyon fontosnak érzem hangsúlyozni a helyes vérnyomásmérést. Egy nagyobb jelentősége az otthoni vérnyomásmérésnek, amikor is egy néhány perc nyugalmat követően ülőtest helyzetben több mérésből határozzuk meg az aktuális vérnyomás értéket. Milyen gyakran fordul elő az,
érintetteknél a magas vérnyomás? Tehát hány éves kortól lehet arról beszélni, hogy egy szervezetben megjelenhet ilyen magas érték? Ez gyermekkorban is előfordulhat már. Azt kell mondanom, hogy például serdülőkorban egy olyan 2,5-3% a gyakorisága, és ahogy haladnak előre az évek, úgy gyakoribbá és gyakoribbá válik. Ezen az ábrán ugyebár az látható, hogy a vízszintes tengelyen múlik a életkor, és egyre inkább nő a gyakorisága a vérnyomás. Most serdülőkorban egy olyan 2,5-3% a gyakorisága, és ahogy múlnak az évek, évtizedek, a teljesen egészséges embereknek is kismértékben emelkedik a vérnyomása. Tekintettel arra, hogy 18 éves életkortól felfelé ez a 140/90 higanymilliméter ez állandó, ezért nyilvánvalóan az idősebb korosztályban még több a magas vérnyomás beteg. Érdekes módon, mint az ábra is mutatja, fiatalabb korban inkább a férfiaknál fordul elő, amely valahol olyan 50 év környékén a hölgyek hormonális változásával kiegyenlítődik, majd pedig idős korban a hölgyeknél még inkább előfordul. Sajnos azt kell mondanunk, hogy egy 65 éves hölgynél például 2/3, 66% valószínűséggel beszélünk magas vérnyomás betegségről. Igen, professzor. Szabadna egy pillanatra kérnem Dénest, hogy beszéljen a hármas ábráról, ahol a genetikai és földrajzi különbségek megvannak mutatva, és ez nagyon érdekes volt számomra is reggel, hogy beszélgettünk erről, hogy milyen különbségek vannak például az Egyesült Államokban és Európában, ha ezt egy kicsit elmondanád. Valójában ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen tulajdonképpen Európában is számtalan kedvezőtlen környezeti tényező áll rendelkezésre, de azt gondolom, hogy talán ebből a szempontból Amerikában még kedvezőtlenebb a helyzet, tehát Amerikában például az elhízás még nagyobb probléma. Minden bizonnyal genetikai okoknál fogva úgy tűnik, hogy Európában magasabb az átlagos vérnyomásérték, ez 136/83 higanymilliméternek adódott 7 nyugat-európai országban készült felmérés alapján, és ez egy 44%-os gyakorisághoz vezetett, tehát pontosan nem tudjuk megmondani, hogy miért, de úgy tűnik, hogy genetikai háttér miatt Európában gyakoribb ez a probléma, mint az Egyesült Államokban. Mi jelentősége van a kezelésnek? Tehát mennyire fontos dolog ez komolyan venni? Ez nagyon fontos. A kezelés első lépése az a felismerés, hiszen ha nem ismerjük fel, akkor nincs esélyünk arra, hogy kezeljük ezt a problémát. És hát abban az esetben, ha pedig felismertük, akkor mindenképpen szükséges kezelni, szükséges ellenőrizni, kontrollálni. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy számos nem gyógyszeres mód és lehetőség is van a vérnyomásnak a csökkentésére. Az esetek túlnyomó többségében természetesen gyógyszeres kezelés is szükséges. Én olvastam egy nagyon érdekes cikket, ugye, ami azzal foglalkozik, hogy Európában hol van a legmagasabb életkor, ami a legtovább élést ad lehetőséget is. Ugye kettő ilyen terület van, ez egyrészt Franciaország, másrészt Olaszországnak egy bizonyos része, és ott csináltak egy felmérés, hogy mi okozhatja esetlegesen azt, hogy egyrészt a hipertónia nagyon kicsi százalékban van jelen, és ugye ez a táplálkozás és a mozgás szokásokkal függött össze. Az egyik részben ugye nagyon sok földműves munkát végeznek ezek az emberek, másrészt nagyon magas a sajt, illetve a vörösbor fogyasztása. Van lehet-e összefüggés a kettő között? Hát annyiban azért hagyj finomítsak, hogy nem nagyon alacsony, hanem kevésbé magas az előfordulás gyakorisága. Az egyértelmű, hogy az úgynevezett mediterrán diéta, az gyakorlatilag vérnyomás csökkentő hatással bír. A másik oldalról pedig egyértelműen igaz az, hogy a kis adag naponta 1-1,5 deci vörösbornak inkább vérnyomás mérséklő hatása van. Illetve a mandulát emlegették még ebben az összefüggésben, hogy lehet hatással a vérnyomás. A mandula is lehet, illetve a nagyon magas kakaótartalmú étcsokoládénak van még kedvező hatása. Na nézzük a következőt, hogyha valakinek ez kiderül, mit kell tennie, tehát a diagnózis beállításához, tehát milyen sűrűn kell akkor tényleg a vérnyomás méréssel élnie, mit kell tennie a mozgás szempontjából, tehát mennyire kell életmódot változtatnia az ilyen illetőnek? Teljesen átalakult a kép, hiszen néhány évvel, évtizeddel ezelőtt a vérnyomásmérés helyszíne az orvosi rendelő volt, és az orvosi asszisztens mérte a vérnyomást. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy ez egyértelműen a múlté, hiszen ez sosem egy élethelyzet, sosem egy olyan helyzet, amikor nyugodt körülmények vannak. Nagyon fontos, hogy néhány ezer forintért elérhetőek jó vérnyomásmérők, és nagyon fontos, hogy ezzel egy idősebb, akár gyengében látó beteg is biztonsággal meg tudja mérni a vérnyomását. Éppen ezért az otthoni vérnyomás ellenőrzés, a vérnyomásnapló vezetés az
különös jelentőséggel bír. Azt a két dolgot szeretném még megemlíteni, hogy lehetőség szerint felkaron mérőkészüléket válasszunk, illetve tudnunk kell azt, hogy a manzsetta vastagsága, mérete is befolyásolja az értéket, függvényében annak, hogy gyermeknek, felnőttnek vagy akár kövér felnőttről beszélünk, ennek értelmében más manzsetta szükséges. Akinél egyértelmű a dolog, milyen kezelési lehetőségek vannak? A gyógyszeren túl esetleg. Mindenképpen a nem gyógyszeres kezelés az az első lépés, amelyet minden esetben alkalmaznunk kell. A nem gyógyszeres kezelésnek a legfontosabb gondolatait ezen az ábrán foglaltam össze. Nagyon fontos, hogy a testtömeg csökkentése túlsúly, illetve elhízás esetén. Azt tudjuk mondani, hogy mondjuk egy 5-10 kg-os fogyás, az kb. 5-10 mm-rel csökkenti a vérnyomást. A másik dolog nagyon fontos, a rendszeres, dinamikus testmozgás. Szokták kérdezni a betegek, hogy ha most nekem magas a vérnyomásom, akkor sportolhatok-e? Természetesen egy nagyon nagy erőkifejtéssel járó, statikus terhelést, egy préselést nem javaslunk, de egy sétát, egy úszást, egy kocogást, egy kerékpározást maximálisan. Ez a erek rugalmasságának a javulásához vezet, amit professzor is említett, hogy milyen fontos. Mindezek mellett fontos hangsúlyozni, hogy a sófogyasztás Magyarországon kb. Olyan négyszerese a szükségesnek, és a só az ugye mindig vizet, folyadékot köt meg, tehát önmagában véve a sóbevitel mérséklésével is tudjuk csökkenteni a vérnyomást, és hát nyilvánvalóan a nagy mennyiségű alkoholfogyasztásnak a mérséklése, a dohányzás elhagyása, és amiről korábban már volt szó, a mediterrán diéta, nagy mennyiségű zöldség-gyümölcs fogyasztása is nagy jelentőségű. Most kevés az időnk, úgyhogy már csak az összegzésre marad időnk, hogy a professzor úr, ahogy szoktunk, megkérném arra, hogy összegezzük a hipertóniával kapcsolatos tudnivalókat. A legfontosabb, hogy népbetegségről van szó, amely a felnőtt lakosságnak közel felét érinti. Panasztokat általában nem okoz, ezért releváns a némagyilkos becenév. A szűrővizsgálatok kiemelkedő jelentőségűek, ismételt és rendszeres ellenőrzés szükséges. Hipertóniának ma a szisztolés érték 140 fölötti, a diasztolés érték 90 higanymilliméter fölötti értékétől tekintjük a dolgot. Viszont fontos hangsúlyozni, hogy a hipertóniás beteget és nem magát, a magas vérnyomást kezeljük. És nagyon fontosak azok a nem gyógyszeres kezelési lehetőségek is, amelyekről az előbb a professzor úr beszélt. Professzorok, hálásan köszönöm a mai beszélgetést. Reméljük, nagyon sok nézőnknek adtunk nagyon fontos és megfogadandó tanácsot és életmódváltásra is, akár ösztönözhettük őket. Hálásan köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük a lehetőséget.